A Leány U14-es kézilabda gyermekbajnokság harmadosztályában a Zákányi Bálint régió alsóházába a PSN ZRT, a Siklós KC, a Siófok, az Egerszegi KK, a Csurgói NKC és a Pécsváradi Spartakus esett csapata jutott. A hétvégi alsóházi döntő első mérkőzésén a listavezető PSN ZRT kikapott a Siklóstól. Én szeptemberben kezdtem itt komolyabban kézilabdázni, és hát ahhoz képest az első fél évben annyira nem voltunk összeszokva, de a második fél évben belelendültünk, és nagyon jók voltunk. Ez nagyon borzalmas meccs volt, két gólt dobtam. Én ezt nem erre számítottam, nem... Hát ez nagyon rossz meccs volt. Két éve novemberben kezdtem el kézilabdázni itt a PSN-nél, és... Szerintem nagyon jó csapatunk van. Szerintem nem játszottunk jól, mert többször is megvertük más siklóst, és jobban összeszedhettük volna magunkat. 20-17 arányban nyertek tehát a siklósiak a PSN ZRT ellen, és nem számítottak erre a győzelemre. Mindkét csapatnak egyébként volt még egy mérkőzése a döntőben. Nagyon jó volt, de nem számítottunk erre, hogy nyerni fogunk. Hát azt hittük, hogy ki fogunk kapni, de összeszedtük magunkat, és végül megnyertük. Az elején rosszul kezdtük, ott azért majdnem mindig kikaptunk, de most ebből pár hónapban azért elég jól összeszedtük magunkat, és nyertünk. Hát igazából a mai első meccs nagyon jól alakult, nem számítottunk tényleg rá, hogy nyerni fogunk, és meglepődtünk, de nagyon örültünk neki, és az egész szezonról meg, hogy az elején egy kicsit gyengébbek voltunk, de összeszedtük magunkat, és egyre erősebbek lettünk. Nagyon meg vagyok elégedve a csapattal, nagyon jól játszunk, és szerintem elég jól össze van szokva a csapat. Hát elég jobban vagyunk egymással. Ahogy a siklósi lányok is mondták, egyre jobban játszottak a bajnokság során, az alsóházi döntőben pedig felülmúlták addigi teljesítményüket. Nagyon meg voltam elégedve, fantasztikus volt az egész éves teljesítményük, a lányok, ahogy edzettek, ahogy küzdöttek. Azt gondolom, maximálisan megkoronáztuk az éves munkánkat ezzel a győzelemmel. A következő meccsre is ugyanolyan nehéz meccsként tekintettünk, sokat készültünk. Inkább az Egerszeg az a csapat, akit meg akartunk ma verni. A Pécs, akit az első meccsen legyőztünk, az idén még veretlen volt, ezért is akkora szó az, hogy a csajok most ezt ilyen jól lehozták. Szeretnénk, igen, egy nagyon jó kis mag alakult ki. Azt tudni kell sajnos, hogy kevesen vagyunk, nincsenek túl jó lehetőségeink, kevés játékos, kevés gyereket tudunk bevonzani. Azt gondolom, hogy együtt tudjuk tartani a lányokat, mert egy fantasztikus csapategység alakult ki, szeretik egymást, imádják a sportot, kevesen vagyunk, de annál elszántabbak. A siklósiaknak sikerült legyőzniük az Egerszeg csapatát, a pécsiek pedig a Pécsvárad ellen tudtak nyerni, így a PSN ZRT nyerte az alsóházi döntőt, azaz a hetedikek lettek összesítésben. A siklósiak a harmadik, a pécsváradiak pedig a hatodik helyen zárták az alsóházi küzdelmet. Ez az U14 lány harmadosztályú régiós, Zákányi régiós bajnokság. Itt az alsóháznak a csapatai vannak, ami a 7. és a 12. helyet osztja ki. Igazából itt már nincs sajnos semmilyen oklevél, meg ilyesmi, de a csapatok azért még jönnek és lelkesen játsszák a mérkőzéseiket. Jelen esetben a PSN ZRT áll az első helyen, illetve a 7. helyen, ha az összesítést nézzük, a siklós csapata. Ugye az első meccsen egymás ellen játszottak, mondjuk a siklós sokkal jobb volt, a pécsiek egy kicsit elfáradtak szerintem így erre a hosszú egész éves munkában. A siklós csapata, ő a negyedik helyen fog itt a bajnokságban végezni, összesítésben ugye a 10. helyen fognak végezni. A tegnapi napon volt ennek a felsőházi vége a bajnokságnak, ott a hosszú hetén csapata képviselte Baranya megyét, ők az 5. helyen végeztek. A bajnok az a Nagy Kanizsa csapata lett, 2. helyen a Balatonboglár végzett, a 3. pedig a Lentitől a Góna csapata. Ugyanebben a korosztályban fiúknál nem volt alsó és felsőház, összesen 10 csapatos volt a bajnokság, ahol a Tóth László és a Zákányi Bálint régió együtt versenyzett. A hosszú hetén nyerte a döntőt, 2. lett a Máriaújfalui Ese, 3. a Mecsek Nádasd, a Szigetvári KS pedig a 6. helyen zárt.